Szeretettel üdvözlök mindenkit, az e-heti videó Tony Kelly játéka a Video Minis, amit a Mastertronic adott ki 1986-ba. Remélem tetszeni fog a játékmenet, a játék is szerintem egy tök jó játék, úgyhogy vágjunk is bele, toljuk meg, gyerünk! Azt hiszem megörvendeztetlek benneteket a játék keret sztoriával, ami egyébként végtelenül egyszerű. Lényegében egy karbantartó robot vagy, aki egy kastélyban található videóboltban dolgozik. A feladatod, hogy kikapcsold az összes videót, amit ő lordsága bekapcsolva hagyott. A játék egy 24 képernyős labirintus játék, ahol minden képernyőn meg kell találnod egy-egy kikapcsolandó videót. A labirintusban gonoszok mászkálnak és megpróbálnak megölni téged. Ha megérintesz egyet, elveszítesz egyet a 6 életedből. Vannak falak, amelyeket meg kell semmisíteni, hogy tovább juss, valamint bizonyos képernyők kulcsot igényelnek a belépéshez. A fő játéktéren láthatod a pontszámodat, az életeket és egy kirakós játékot. Minden kikapcsolt videóért kapsz egy újabb darabot hozzá. Rakd ki a kirakóst, hogy végigjárd a játékot, és közben itt bekapcsoltam nektek a... bekapcsoltam nektek a játékot itt oldalt, hogy lássátok, hogy valójában miről is van szó. Hát megmutatnám azért, hogy van belőle egy C64-es verzió is, amit itt most láttok bele egy-két képernyőmentést. Ez egy, hát a C64-esek megint egy tök más játékot kaptak. Én nekem nem tetszett, most így lelövöm itt a poént, játszottam vele, kipróbáltam, teljesen újraírták, más a zenéje, tök más grafikája van. Én szerintem a C16-os verzió az egy ilyen stílusos, és szerintem egy sokkal érdekesebb, mint a C64-es, ez egy ilyen multicolor, ilyen elnagyolt. Nem. Zene is más, hangok is mások. Tehát látszik, hogy egy tök más játékot kaptak a 64-esek. Viszont ezt orvosolandó 1995-ben Dale of Exile átírta a játékot, az eredeti C16-os játékot C64-re. Úgyhogy gyakorlatilag, hát én elolvastam a... Hát mindenkinek azt javaslom, hogy a Chromance verziót szedjétek le akár a CDB-ről, szerintem ott onnan a legegyszerűbb, mert... Hát egyébként egy csomó verzió kering belőle, de a Chromance verzióban ott jók a színek, beletettek egy zenét is, ugye eredetileg a hangokat nem vitt át, én amit láttam így különbségként, illetve a grafika azért nem 100%-os, tehát például a monitorokat, amikor lekapcsoljuk, azt C16-osan egy másik animációs fázis van hozzá, tehát effektíve látjuk, hogy le van kapcsolva, a C64-en nem látjuk. A színek itt-ott egy picit eltérnek, de hát ezt tudjuk be a béna C64-es színpalettának. De összességében egy elég jó konverzió lett, úgyhogy köszönjük Délnek, hogy a béna C64-es verziót itt tudta egy kicsit felettetni ezzel, hogy visszakonvertálta gyakorlatilag Tony Kelly játékát. Úgyhogy szerintem próbáljátok ki azt is, vagy ne, ugye mint C16-oson, vagy plusz 4-esen nyomjuk elsősorban. Tehát mi megkapjuk úgyis a full feelinget. Szerintem menjünk is rá a játékra, van benne egyébként egy tök jó zene, azt mindjárt meg is nyomatjuk egy kicsit. És jöhet a krónapogó. Zseniális, zseniális a muzsika, szerintem menjünk is bele a játékba, és majd mindjárt mutatok is egy szemétmocskos csalást, legalábbis. Szóval ez maga a játék, itt vagyunk a kis karbantartó robotunkkal a kastélyban, szerintem egyébként a hangeffektek is tök jók, teljesen adja, és jól meghaltam. Itt van egy ilyen energiasávunk, aminek egyébként olyan túl nagy jelentőséget nem tulajdonítottam, mert minden egyes megszerzett, illetve kikapcsolt monitor gyakorlatilag ezt visszatölti. Úgyhogy olyan túl sokat itt egyébként tudunk a
joystickos irányítás helyett én most ilyen billentyűzetes joystickos emulációval nyomom. Nyilván lőni kell, mint az állat. Itt most megszereztünk egy kulcsot. És akkor az a lényeg, ugye, hogy ott vannak ezek a videós monitorok, ezeket kell lekapcsolni. És akkor kapunk ott a kirakósból egy darabkát. Na és most megmutatom a rohadt szemét, mocskos csalást. Az a lényeg, hogy ezt kell csinálni végtelen ideig, amíg meg nem unjátok, és lesz egy csomó pontotok, illetve hát végtelen pontotok lesz nyilván, hogyha ezt, mit tudom, negyed órán keresztül, 20 percen keresztül csináljátok, és nem kaptok közben agyvérzést. Ahogy váltogatjátok a két képernyőt, gyakorlatilag mindig megöli ezt a két csillagot, ezért mindig kapunk pontot. Na most ezt nem csinálom tovább, mert a videónak nyilván nem ez a célja, hogy itt halálra unjuk magunkat. Még egy pár képernyőt inkább megmutatok a játékból. Igen, maga a játék az szerintem tök érdekes, ez a 24 képernyő, ez jó, ki van találva, jók ezek a megfejtendő feladatok is. Vannak könnyebb, nehezebb képernyők, tehát én azt mondom, hogy itt például a falnak hozzáérünk, akkor meghalunk, tehát ez zseniálisan szopó. És ugye minden respawnolódik, minden újra termelődik, úgyhogy fenejtje meg. Át lehet egyébként jutni, meglepő módon. De most lehet, hogy elmegyek inkább a másik irányba. És mutatok még inkább pár képernyőt. Hát, hogy ezzel jobban járunk. Itt például az van, hogy be vannak ásva ezek a kis hát minik, azok ilyen mean person, gonosz emberek. Ez most nehéz őket embernek tekinteni, ezeket a kis csillagokat, tehát ezek inkább csak ilyen. Aha, na meg is ölt. Csodálatos. Például itt azt hiszem az a legjobb, hogyha itt mondjuk jól meghalnak. Ugye ezek újra termelődnek és megölnek. Én most szerintem ezért nem kínlódok, megmutatok inkább még egy-két képernyőt. A lényegében szerintem egyébként a nehézség is jól el van találva. A grafika is szerintem. Itt például ilyen láthatatlan falak vannak ezen a képernyőn, és ezt úgy kell átlőnünk. És itt látjuk a fenyegye meg a lövésből. Most már csak egy életem maradt, úgyhogy létezik belőle a tréneres verzió, képzeljétek el, 87-ből. Lehet, hogy azt is megmutatom. Szerintem azért elég nagy népszerűségnek örvendetett ez a játék, hogyha egyrészt készült belőle egy rendes menüs tréneres verzió is, illetve hát én C64-esen láttam, hogy az eredetiből van végtelen crack, illetve a délféle konvertált verzióból is van egy halom verzió. Az összes nagyobb cracker csapat úgy gondolta, hogy ezt ki kell adnia. Most egyébként nem feltétlenül, hogy 1995-ben nem feltétlen gondolnám azt, hogy az volt itt a fő magyarázat, hogy ez volt a legjobb játék ever. Szerintem most betöltöm nektek még a tréneres verziót, és akkor azt is megnézzük, mert hát időm mind a tenger, és én meg ugye tök ráérek, meg szerintem mindenki is ráér. Most már csak meg kéne találnom, ami szerintem azonnal meg lesz. Egyszerűen zseniálisan gyorsan megtaláltam. Na, és kijön rá, hogy melyik zene ez. Thank you.
Na, most az lesz, hogy ezt pont nem fogom elárulni. Gondolom, egy csomóan majd üvöltöztök a monitor előtt, hogy jaj, most igen, nem spoilerezünk, írjátok meg kommentbe, hogy melyik játéknak a zenéje. Az is egy jó kis játék. És most Trainer menü 1987-ben Sky is no limit. És van örök életünk. Kicsit így túl színezték ezt a menüt, de hát néha én is beleesek ebbe a hibába. Unlimited times. Ez inkább egy plusz kettes trénernek nézem. És most ugye van olyanunk, hogy örökös élet. Most azt hiszem, hogy viszont nem vagyunk. Aha, itt ez érdekes lett. Aha. Hát nem mondanám egy olyan nagyon szofisztikált megoldásnak, de hát csinálja. Úgy látom, hogy az Energy-t is leállították. Ehhez képest C64-esen azt hiszem, hogy plusz 4-es tréner van. Plusz 4-es, haha. Ami egyébként azt tudja még, hogy van sérthetetlenség, meg nem is tudom, ja, meg látszanak a nem látható falak, amik ugye ez elég sokat könnyítenek a játékon. Hát, nem tudom, próbáljátok ki. Egyébként van még egy halom cheat fönt a plusz 4 World-en is, tehát ne gondoljuk azt, hogy nincsen. Tehát ezek szerintem megvannak nekünk is. Úgyhogy nem olyan nagy veszteség ez. A játék az szerintem jó, próbáljátok ki. Érdemes. Szerintem tényleg Tony Kelly egy ugyanolyan jó kis programozó volt szerintem, mint Sean Southern. Akkor másik ilyen jellegzetes, jó kis, tehát saját egyedi stílusú, meglátású játékokat pakolt le. Nagyon érdekes ebbe a clone dumpingbe, hogy tudtak olyan játékokat lepakolni az asztalra, amik azért egyedileg, vagy egyediek lettek valamennyire, meg tényleg van benne egy kis, hát csak önmagamat tudom ismételgetni, igen, hogy egy némi egyediség szorult beléjük. Úgyhogy nagyon-nagyon jó kis játékokat pakoltak le szerintem. Ez sem kivétel. Tehát szerintem azt néztem, hogy annó, hogy ezek ilyen két fontos játékok voltak. Ha azt nézzük, mostani 25-27 ezer forintos játékokhoz képest ezek két fontért szerintem szinte ingyen voltak. Úgyhogy ha így nézzük, akkor ezt is ugye vegyük figyelembe. Szerintem egy tök jó szórakozást nyújtottak. Jól ki van benne találva a nehézségi szint is, tehát teljesen jók, teljesen frankók. Ez volt az e-heti Let's Play a videó minizzel. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és ha nem tettétek volna, még iratkozzatok fel a csatornámra, kommenteljetek, jövő héten újra jövök, mindenkit csókoltatok, kis kolbászkarikáim, legyetek szobatiszták, csáááá!